A tenisz sem új keletű sportág a városban. Múltja több más sportegyesülethez hasonlóan a vasúthoz köthető. A domváj tenisz története nagyon régi időkre nyúlik vissza, talán a múlt század közepére, amikor a vasút még itt működött, itt a vasúti sporttelepen vagyunk. Főleg tisztviselők, vasúti tisztviselők próbáltak játszani itt a pályákon, ők is építették a pályát. Majd amikor a vasút megszabadult a sportegyesületeitől, akkor az önkormányzat tulajdonába került a teniszpálya is. A tenisz élet hullámzott, időnként föllángoltak a iránti igények, később alább hagyott. Volt, amikor évekig nem működött a tenisz, aztán újra elkezdődött valami. Legutoljára Kovács László gimnáziumi testtanár nevéhez fűződik a tenisz megújítása, aki az 1990-es évektől először a gimnáziumban, majd később itt a vasúti sportegyesület pályáin próbálta megtanítani a kortársait a teniszjáték alapjaira, fortéjaira. Nagyon sok tanítványa volt, hisz akik itt jelen pillanatban teniszeznek, a 80%-a a tanár úrtól tanulta meg a játékot. Kovács László gimnáziumi testnevelő tanár néhány éve bekövetkezett halála óta Dékány István vezeti az egyesületet. Jelen pillanatban 27 igazolt versenyzőnk van, azon kívül vannak olyanok, akik pályát bérelnek, illetve hát gundalason keresztül gyakran vannak olyan nyaralók és ülők, akik érdeklődnek a pályáink iránt és eljönnek a nyaralások időszakában alatt játszani hozzánk. Jelen pillanatban két igazi játszópályánban rendelkezünk, másik kettő is tulajdonunkban van a kórház mellett, csak sajnos az utóbbi időben egy kicsi idősödött a tenisz csapat, inkább ilyen rekreációs jelleggel játszottak a kollégák. Ugye az átlag életkor sajnos az 58-60 év körül van, de örömmel kell, hogy elmondjam, hogy az utóbbi fél évben 4-5 olyan fiatal érkezett hozzánk, akik szívesen űznék ezt a sportot, így az átlag életkor is arrébb tolódott. A tagság részére havonta egy tornát szerveznek, valamint jó kapcsolatot ápolnak a kaposvári teniszezőkkel. És hogy mi szól a sportág mellett, azt elmondta nekünk az egyesület vezetője. Maga a sportág jellegéből adódik, hogy nagyon hosszú ideig lehet űzni, kevés ember szükséges hozzá, ketten, hogy az egyenlőt ketten játszák, a páros pedig négyen, tehát nem kell hozzá nagy tömegeket mozgatni. Ezen kívül fizikai igénybevételt is úgy veszi igénybe, amilyen életkorral rendelkezünk pillanatnyilag, és ugye nagyon jó szellemiséget fejleszt, hisz jó kis közösség alakul ki az egymás közötti játékok során is, a sportszerűség, a sportbarátság dominál. Szeretnénk, ha a pályáink jobban ki lennek használva, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy napközben az időjárás miatt főleg, meg hát az aktív dolgozók miatt nem tudjuk a teniszpályákat úgy kihasználni, hogy szeretnénk, de délután 4 órától non-stop foglalt a pálya egészen a sötétedésig. A labdajátékok természetesen bőven megelőznek bennünket népszerűségbe, hisz nagyobb tömegek is mozgatnak, akár a futball, akár a kosárlabda, de egyéni sportágban a karatét is kiemelheten, hisz nagyon szép sikereik vannak, nagyon sokan karatéznek, az pedig ugye egyéni sportágban számít. De mi igyekeztünk növelni a népszerűségét azzal is, hogy egy időszakban oktatásokat is vállaltunk. A gyerekek nagy része szívesen jött az oktatásra, mindaddig, amíg nem történt egy iskolaváltás. Legtöbben ugye Dombóváról elmennek középiskolás korukba, és akkor utána a számukra csak ha visszajönnek egy-egy hétvégén, akkor az lehetőség arra, hogy játszanak. Nagyon szeretnénk, ha lenne olyan személy, aki kisiskolásokat is csoportosan tudna tanítani, de jelen pillanatban nem állunk
így, nem csak anyagilag, hanem személyileg sem, hogy ezt tudjuk vállalni. A teniszt a gazdagok sportjának tartják, ma már ez a felfogás is elavultnak számít. Azt mondják, hogy ez a fehér galléros milliómosok sportja, de hogyha végignézzünk itt a háttérbe, akkor látjuk, hogy ez most már mindenkinek elérhető és megfizethető ez a játék. Törekszünk arra az egyesületnél, hogy egy családias légkör alakuljon ki, mivel már inkább szenior egyesület vagyunk, mint mindenféle generáció. A fiatalok várjuk szeretettel, nálunk a 30 éves is még fiatalnak számít. Jó lenne, hogyha fiatalítani tudnánk, reméljük, hogy ez is eljön, de egyelőre csak saját örömünkre rendezzük a rendezvényeket és kupákat és versenyeket is. Tulajdonképpen az egyesület fenntartásához van egy-két vállalkozó az egyesületbe, aki egy kicsit még hozzátesz, de egyébként az alap fenntartásunk az a saját magunk befizetett tagdíjakból áll, illetve hát a városnak egy aktív szerepe van abban, hogy biztosítja nekünk egyelőre még a területet, ahol tudunk játszani egy ilyen idilli környezetben. Az is örömteli egyébként, hogy a teniszjátékosokon kívül nagyon sok idősebb, fiatalabb, középkorú sportolót is látunk itt a Szigeterdőben. Ugye elég szépen kiépült itt a futópálya, most épült itt egy kondi, meg kosárpálya, és nagyon jól kihasználják ezt, ennek örülök. Szeretném, a fiamat is beszerveztem a tenisz egyesületbe tavaly, egyiket legalábbis, ő is elkezdett játszani a barátjával. Szeretném, hogyha ezt folytatná később is, mert ez az a sport, ami úgy gondolom, hogy kortalan. Itt az átlag életkorunk azért nem olyan fiatal, ahogy mondtam, de itt még mindenki élvezhetően a saját örömére tud játszani. A Dombovári Tenisz Egyesület szeretné a tagságát fiatalítani, ezért várja minden érdeklődő jelentkezését.